ide, majd gondot messze is, kószál a vízen. Felszállad most a hűs, felhűszel ide, majd gondot messze is, kószál a vízen. Szákult majd csónakon, memóriánk védelmében, hát valójában néha tényleg játékot űz az emberrel az agya. Viccek sokasága mutatja azt, hogy bizony néha elfelejtgetünk valamit, mert ugye a régi vicc, hogy ezt le is kopogom, szabad. De hát mi úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a megkezdett témánkat, és a mai műsorunk a memória védelmében fog beszélni, és biztos, hogy visszautalunk egy kicsit a múlt heti adásunkra is. Szeretettel köszöntlek, Tibor, itt az adásban. Jó estét kívánok! És én átadom magam annak, hogy meghallgassam, hogy mit is csináljak ahhoz, hogy az én memóriám, emlékezetem jó legyen. Hát mindenek előtt tornáztasd. Aha! Nehogy kivedd, és aztán ilyen fekvőtámaszunk, meg stb., hanem az agy működésének a legjobb módszere valóban az agy működésének a gyakorlatias igénybevétele. Értem ez alatt például beszélgetni, értelmes és olyan dolgokról beszélgetni, amihez az agy memóriájára igény van, szükség van. Például keresztrejtvényfejtés, például szójátékok, viccelődések, például amit most mondtál, ez egy vicc. Minél több viccet tud valaki, annál jobban tudja az agyát karban tartani. Az agynak azok a bizonyos kis raktárai nyílnak ki ezáltal. Amit nem használunk, az sorvad. Amit nem használunk, az felesleges. Na most ti híresek vagytok Bíró Attilával arról, hogy képesek vagytok eszperentéül beszélgetni, ameddig csak bírtok. Lehet ezt megtennem, mert szeretem. De rettenetes ember. Emehely remek nekem. De ne fegyelmezz engem, mert ezt nem szeretem. Szóval, igen, nem teszem. Bíró Attilával verseket írunk egymásnak születésnapra, névnapra, eszperente nyelven, eszméletlen hosszú, elindulunk valahol, és azt se tudjuk, hogy hova érkezünk. Hát igen, az agytorna ilyenekből áll. Olyanokból áll, hogy gondoljunk valamire, és akkor a másik ember találja ki. A barkókba, vagy memoriterek. Nagyon-nagyon nagy hiányossága a mai, most már azt mondom, a második világháború utáni társadalomnak, hogy nincsenek memoriterek. Tehát az iskolában szinte nincs kötelező verstanulás vagy szövegtanulás.
amiket gyerekkorunkban megtanultuk, azt mai napig is éjjel-nappal tudjuk fújni, már aki jól megtanulta. De a mai gyerekeknek nincsenek ilyenek. Mire fognak emlékezni? Tehát az agy kapacitása, hát ez, na, Einstein mondta, hogy az agy kapacitásának csak egy töredékét, pár tizedét használjuk ki. Ő is. Ő azt mondta, hogy 10%-át használja. Akkor most képzeljük el, hogy mi mennyit. Pedig az agyunk képes lenne rá, ha megtanítanánk rá, hogy emlékezzen. Nagyon sok ember a nevekkel küzd, mások. A térlátásuk korlátozott. Elsősorban a hölgyek azok, akik mondjuk a úgynevezett térképlátásuk nem alakul ki. A férfiak jobban tájékozódnak autóvezetés közben, vagy a városokban való bolyongás után. Nagyon sokan én is úgy vagyok vele, hogyha egyszer valahol voltam, oda visszatalálok. Uh-huh. Szóval az agy munkája az egyik legfontosabb, hogy a memóriánk megmaradjon, hogy jól tudjunk fűzni mondatokat, hogy velem például előfordult Debrecenben a Csokonai Színházban, amikor énekeltem, Csádás királynő Edwin voltam, és Bóninak hátam mögött meg kellett volna jelenni, tök üres a színpad, és én ülök ott egyedül, és azonnal Bóninak hátulról kellett volna mondani, hogy Edwin, öregem, itt vagy, hát mióta kerestelek? És Bóni nem szólított meg 12 percen keresztül. Hú, na most te, mint színművész tudod, hogy mit jelent egy színésznek egyedül az üres, nyitott nézőtéren lenni, több száz nézővel, és ezt a 12 percet kitölteni, méghozzá úgy, hogy olyan beszédet kanyarítottam, amire azt hitte a néző, hogy ez meg van írva. És közben jelzések a színpadon takarásba lévő embereknek, hogy hát valamit csináljanak, és tolvaj nyelven elmondtam, hogy hol keressék Bónit, mert biztos ott fekszik a színészházba, persze ezt nem mondhattam, mert hogy ő szeretett, nem mondom a nevét a kollégának, szeretett iszogatni. Na, lényeg, hogy az agy működésének a legfontosabb olajozója a használat. Mindennek. Kedves hölgyek, urak, ne felejtsenek el semmit se használni. Tehát a mozgás, a mimika, a torna, az agyműködés, ezek mind fontosak. Na de ehhez hozzá kell segíteni. Azt szoktam mondani, hogy matéria nélkül nincsen semmi. Tehát, hogyha az agynak ezt a funkcióját igénybe akarjuk venni, akkor tudomásul kell venni, hogy az agy 63%-a zsír, vagyis lipid. Ennek a felének omega-3, telítetlen zsírsavnak, felének omega-6, telített zsírsavnak kéne lenni. Egy az egybe. Ezzel szemben a mai világban a telített len, tehát az omega-3, egy egységre 20, durván 20 egység telített jut. Ezt drasztikusan csökkenteni kell, és ezt pedig emelni. Magyarán minőségi omega-3 telítetlen olajat, zsírsavat kell fogyasztani, mert az agy gondolatátviteli sebességéhez, vagy az összes funkcióhoz, most nem akarok itt végigmenni a transzmitterek és az egyéb dolgokhoz, az omega-3-ra van szükségük. Tetszik tudni, miben van omega-3? Nagyon sok mindenben. A szezámmagtól a dióbélig, a mindenféle magvak, maradjunk ennyiben, de mégis a legjobb és a legfontosabb az volna, hogyha a mélytengeri lazacféle, rózsaszín lazacféle halak kivonatából, illetve a kalamári tintahalból kivont komponensből, ebből a kettőből állna az a kis tabletta, kapszula, amit bekapunk étkezés közben, naponta egyet vagy kettőt. Könyörgöm, összetett kezekkel, ne tessenek felülni mindenféle dajkamesének, meg beugratos dolgoknak. Ma arra azt látom, ma voltam egy idősek otthonában Újpesten, és ott beszélgettem valakivel, és nagy boldogan mondta, hogy ugye meg fog dicsérni, mert én szedem az omega-3-at. Mondom, nagyszerű, jaj, de jó, tetszik látni, ezt szedem, és elővette egy olyan tablet, egy olyan kapszulát, ami, hát csak el kellett volna olvasni, hogy mit tartalmaz. De ő megnyugtatta magát, hogy ő ad magára. Na most kicsivel többért, százszorta jobbat kapott volna, ha megkérdezi, hogy tessék mondani,
mi volna az igazán jó. Azt szoktam mondani, hogy egy forint is drága az azért, ami nem használ, és minden pénzt megér az, ami valóban használ. Most itt fogunk látni képet, ugye az agy. Az agy, amely nagyon hasonlít például a dióhoz. Miért is szoktuk mondani, hogy a dió is ilyen barázdált, ilyen alakú, és igen, a dióban lévő omega-3, az valóban hat az agyra. De ne tessék elhinni, hogy az elég. Arról nem beszélve, hogy ahhoz azért meg kellene enni naponta igen jelentős, legalább 10-15 deka diót, hogy érezzünk valamit belőle. Árban is, de legfőbbképpen minőségben, akkor mégiscsak jobban járunk azzal, hogy ugye itt márkaneveket nem mondhatok, de elégedjenek meg pillanatnyilag azzal, hogy én biztatom arra mindig, az egész életemet úgy élem, hogy inkább ritkán, de jót. Tehát, hogyha elhatározom, hogy én most az agyam működéséhez szeretnék egy segítséget igénybe venni, akkor rá kell áldozni a pénzt. Elvégre nem kevesebbről van szó, csak arról, hogy zűzű leszek, vagy nem. Hogy fiatal korban elmennek az emberek, hogy is mondjam, tévutakra. Hogy mindent megteszünk, ahelyett, hogy tornáztatnánk az agyunkat, hülye bugyuta filmeket nézünk, amit még érteni se kell jóformán, altatjuk a memóriánkat. Éleszteni kell. De ahhoz kell az alapanyag. A másik ilyen fantasztikusan jó, ami az agy működését befolyásolja és tisztítja attól a sok szmötyitől, amit naponta megeszünk, óhatatlanul az ételekben, italokban, a levegőben, a vízben és minden, amit fogyasztunk, ott vannak azok az anyagok, amik régen nem voltak. Ezt kérem, valahogy meg kéne emészteni azt a tudatot, hogy azért, mert hogy az anyuék meg a nagyanyáéknak nem kellett ilyen kiegészítőket, úgynevezett bioaktív természetes étrend kiegészítőket szedni, őnekik azért nem kellett, mert akkor még tessék megnézni, hogy milyen volt az elektromos smog körülöttünk. Például nem volt tévé, rádió se nagyon, de mobiltelefon végképp nem, meg az autók sem árasztották el így a világot. És ez csak ez a technikai rész. Akkor hol van a mezőgazdaság? Ugye a 4 éves vetésforgó a földbe, a természetes, nem a szintetikus, a természetes trágya ment be. Komposztrágya, fekália, istállótrágya, stb. Tehát természetes módon kaptuk meg azokat az anyagokat élelmiszerből, most meg azt mondom, hogy természetes módon kapjuk meg a szintetikusat. Vagy még rosszabb, a méreganyagokat. Mert azok a növényvédőszerek, vagy műtrágyák, hát azok méreganyagok végül is. Nagyon fontos volna tudni azt, hogy például a ginkó, amely ugye páfrányfenyőnek is ismerjük itt Magyarországon. Olyan anyagokat tartalmaz egymagában a ginkó biloba, amely segíti az hajszálereket kitakarítani. Az agyban és a test teljes területén. Legfontosabbak egyikének tartom azt a ginkót, amit én ismerek, amely társítva van a Ganoderma lucidum, vagy kínai pecsétviaszgomba, vagy reishi gomba, tehát több neve is van. Tehát a ginkgo biloba, a reishi gomba, a fo ti nevű kínai gyógynövény, és a kinézi sisandra, a kínai keserűfű. Ez a 4 együttes alkotmánya, alkotása, alkotott elegye például a hajszálerek kitakarítását tökéletesen meg tudja tenni. Persze nem úgy, hogy bekapok egyet, és holnapra már kiürültem, nem. Ez nem hashajtó, nem ér extra kitakarítója, nincs. Ne is akarják, hogy olyan legyen, mert nem az a cél, hogy egyszerűen löketszerűen kijöjjön, mert olyankor eldugaszolhat az érfal, az ér átjárhatósága. És ilyenkor ugye olyan tragédiák következhetnek be, mint a trombózis, tehát egy azonnali szívhalál akár. Viszont nagyon fontos, hogy mégis kitisztítsuk, hiszen az agy oxigén ellátása, és itt most nagyon jól tetszenek látni ezeket, főleg az aortát, tehát a hajszálereket nem annyira,
tehát ebből az aortákból, tehát a vastag vívőerekből oldalági hajszálerek csatlakoznak le. Igen, az aortát is tisztítani kell, azt elsősorban az omega-3-mal tudjuk, míg a hajszálereket elsősorban a ginkgo biloba és társaival. Tehát többen ugye azt mondták, hogy na de én szedem a ginkgót plusz azokat, amiket benne van. Oké, ez egy nagyon jó dolog, mert például a hajszálerek kitakarítása azért nagyon fontos, hiszen az azt a hajszálér lerakódó részét, a plakkokat, azokat tudja, mint egy csőgörény kitakarítani, és ilyen tisztává tenni. Itt tetszenek látni egy átmérőt, egy keresztmetszetet, és itt már látszik oldalt, hogy vannak lerakódások, és minél több a lerakódás, annál szűkebb lesz az átjárhatóság, annál nagyobb energiával, szívmunkával kell a szívnek préselni, nyomni, presszionálni a vér áramlását, hogy a szűk keresztmetszeten is ugyanennyi vért kapjon az agy például, hiszen az agynak az egyik legfontosabb tápláléka, tetszik tudni micsoda, az oxigén. És a vérben a tiszta oxigént visszük föl az agyba, míg a másik csatornán ugye jön le az elhasznált oxigénnel a fáradt vér, ha szabad így kifejezni magam. De hogyha kevés oxigén jut az agyba, akkor sajnos az agynak bizonyos területei képesek befejezni a funkciójukat, hiszen tápanyag nélkül az se él. Ahogy a kukoricának, a növénynek kell mondjuk a víz, meg a jó föld, az agynak kell az oxigén, a vér. Na most például az én édesapám, aki agyérelmeszesedés következtében került kivizsgálásra az egyik kórházba, pontosan ennek okán került be, és aztán halt meg ott. Viszont akkor még nem ismertük, én legalábbis nem, a ginkgót és a társait. Ma már tudom, hogyha akkor tudtam volna ezt az információt, akkor édesapám még nagyon sokáig élhetne. Na, ez volt az egyik motiváló erő, amikor azt mondtam, hogy az életem hátralévő részét a mások segítésének szentelem, hiszen nagyon fontos volna, hogy ez megtörténjen. Itt egy hajszálér elágazódást tetszenek látni, és benne természetesen nagyon sok minden, de a másik képet, ha megmutatod, ezt? Akkor ott, igen, ott a vérlemezkéket láthatjuk. Egy kicsit hullámos, egyenes is ki. Mindegy. Tehát a vérlemezkéket fogjuk látni, igen, itt vannak, amelyek mint egy kis korongok képesek ugye áramolni az érrendszerben, és ezek a vérlemezkék alkotják azokat az anyagokat, amelyektől működik ez az egész rendszer. Viszont hogyha a vér viszkozitása, tehát folyadék sűrűsége nem optimális, akkor képesek ezek a lemezek így összecsapzódni szokták mondani, és hogyha ez összetapad, akkor hát akkor képes a harmadik, negyedik is oda menni, és az érfalon megtapadva egy ilyen kis szigetet alkotni, és ez a plak, ez a lerakódás, egyre több és több lerakódást fog oda lerakódni, és ezáltal az átmérő lesz egyre szűkebb. Nagyon szépen kérek mindenkit. A szív- és érrendszeri betegségek 90%-a nem fájdalmas. Nem vesszük észre. Csak akkor, amikor ott a baj, akkor viszont már nagyon nagy baj van. Nem akarom népszerű futballistánk nevét mondani, akiért éppen most küzdenek, de sajnos rengeteg nagy nevű sportoló szív- és érrendszeri okok miatt azonnali halál, vagy lebénulás, vagy kómás állapot, stb. Pedig sportorvosok vizsgálják őket. Tehát nagyon nagy csapda, hogy nem fáj, és nehéz észrevenni. És nem feltételezzük, hogy egy 20 éves srác vagy lány ilyen problémákkal küzd. Tehát én azt mondom, egész fiatal korban, 18 éves kortól minden további nélkül, kellene szedni.
Azoknak a hölgyeknek pedig, akik gyereket akarnak, így tetszik látni, összetett kezekkel könyörgöm, hogy az omega-3-at, ugye, a telítetlen zsírsavat mindenképpen, hiszen az a anyuka, a leendő anyuka, aki a gyermekét hordja a pociában, hát annak a gyereknek is az agyfejlődés szempontjából elengedhetetlen szükséges, hogy normális agya fejlődjön ki, például az omega-3 is. Na de ha nem kap az anya töbletet, akkor honnan veszi el a baba? És megint mondom, hogy nem mindegy, hogy miért. Ne tessék megnyugodni azzal, hogy valamiért. Ez nem olyan, hogy minden autó oda visz. Nem. Itt igenis oda kell figyelni, hogy minimum a legjobb minőségűt szedjük be. Tehát nem, ezen nem tréfa. Tehát ez már sokkal túlmegy azon, mint hogy majd leszek valahogy. Nem leszel sehogy, mert bármelyik pillanatban bárkit utalérhet egy ilyen. Kérem, most gondoljanak bele abba. Ma Magyarországon 100 meghalt emberből 57 személy szív- és érrendszeri megbetegedés miatt hal meg. Tehát több, mint minden második ember. Most tegyük fel, hogy vannak otthon 6-an. 3 igen, 3 nem. Ez nem vicc. És nem tudjuk megmondani előre, hogy ki lesz az. Hát tessék belegondolni, akkor nem az egyetlen megoldás az, hogy megelőzöm a bajt? Hogyan? Erre vannak ötleteim. De hát mindenképpen azt mondom, hogy a bioaktív természetes étrend vagy táplálék kiegészítőkbe kell keresni a megoldást. Ha csak azt mondom, hogy nálam van egy 34 perces film, amit az orosz egészségügyi minisztérium készítetett azért, tehát egy non-profit cég, egészségügyi minisztérium, azért, hogy az orosz ember egészségesebb, hosszabb életet éljen. Most tetszik gondolni, nálunk jobb a helyzet? Hogy tetszik gondolni azt, hogy jó felé megy a világ egészségileg? Hát akkor miért nem tanulunk más problémájából, más, bocsánat, halálából? Annyira fontos az a jó extra minőségű telefon. Hát ismerek olyanokat, hogy sorba állnak azért, hogy a még újabbat megvegyék, mikor tavaly vették. Hát akkor az Isten szerelmére meddig fogja használni, hogyha ha nem vigyáz a szívére? Én nekem volt hátsófali szívinfarktusom. Ezrével találkoztam az elmúlt 15 évben olyan emberekkel, akik mai napig is hálásak azért, mert tudtunk segíteni, hogy felébresztettük a vágyat abban, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljünk meg. De mi a fene lehet fontosabb annál, mint hogy az agyam és a szívem jól működjön? Ginkgo és társai. Minőségi omega 3. És még van egy-két dolog. A fokhagyma és kakukkfőolaj kivonata egy pici kapszulában, vagy egy olyan por, amiben a koenzim Q10, a nem hízaloló B12, a folsav, a olivalevél kivonat, nem is sorolom, 12 féle olyan dolog, ami egyenként aranyat ér. És ezt a kis port naponta elfogyasztani egy narancs vagy egy alma áráért. Csak információ kérdése, ezért csináljuk az Aloe Klubot. Ezért vagyunk minden csütörtökön, hogy aki komolyan gondolja az életét, aki aggódik a párjáért, a gyerekéért, a családjáért, szeretteiért, szerezze be a hasznos információt, amit sajnos a 6-os csatornán kívül nem nagyon kapnak meg így őszintén és tömören. Úgyhogy szeretettel várom azokat, akár minden nap reggel 9-től 5-ig egy telefon hozzám, és segítek, amiben lehet. Én arra gondoltam, hogy ha az önök leveleiből mazsolázva a legtöbb ember szív- és érrendszeri problémával keres meg, akkor ne csak egy igen felelek, kérdés felelek játékot játszunk, hanem játsszuk komolyan, ahogy az életet is, hogy vidáman élhessük az életünket. Ezt kívánom önöknek. Hát köszönjük szépen, Tibor, ez most tényleg, hogy úgy mondjam, egy szónoklat volt az életért, és az ember úgy be is lelkesül, hogy hát... Nem tudom, egy muszáj vagyok még valamit mondani. Tessék belegondolni, 120 évig élhetnénk, nem élünk. De csak mindenki egy évvel éljen tovább, mint amennyit most élhetne. Vagyunk 9, majdnem 10 millióan. 10 milliószor egy év. Mit jelentene ennek az országnak az életében?
ha azt vesszük alapul, hogy most a legtöbb ember vegetál, táppénzen van, halálra készül, vagy egyszerűen csak nem tud produkálni, hogyha az egészsége rendben volna, nem volna jobb mindenkinek az ön élete is? Jó gondolkodást kívánok, és hasznos lépéseket. Kedves nézőink, mára kifogyott a tejáskannánk, de természetesen jövő héten szerdán 7:30-kor új témákat hozok önöknek, remélem azok is ugyanilyen érdekesek és izgalmasak lesznek. Aki teheti, hívja a műsor telefonszámát 0629 340 330, és szóljon hozzá, beszélgessen velem, hiszen nekem is fontos, hogy önök mit gondolnak a mi műsorunkról. És kövessenek minket a Facebookon is, és tejázzanak velünk. Egészségünkre! Egészségünkre!